Látványos beruházások valósultak meg, vagy vannak folyamatban Atalában, amióta Orosvári Nébocz Tünde a falu vezetője. A megválasztása előtti időkből látta követendő példát, hogy egy kis törődéssel milyen takaros kis településé vált a megyeszéli kis helység. Úgy látja, hogy egy-egy megvalósított projekt nem ér véget az átadással. A létrehozott produktumot folyamatosan gondozni kell. A település lakóinak biztatására indultam el tavaly a polgármester választáson. 20 év közigazgatásban eltöltött gyakorlat után úgy gondoltam, hogy meg tudom állni a helyem polgármesterként is. Szerettem volna Atala település lakóinak érdekeit képviselni. Minél több beruházást szerettem volna Atalába, és minél élhetőbb szerettem volna tenni a települést. Azt gondolom, hogy az elmúlt egy év valamilyen szinten sikeresnek is mondható, bár ez azt gondolom, hogy a pandémiás időszak egy kicsit visszavetette, de mindenképpen ezen fogunk dolgozni a közeljövőben is és a következő 4 évben is, hogy fejlesztjük a települést, hiszen azért van mit még fejleszteni rajta. Nagyon sok beruházás megvalósult már az elmúlt 12-13 évben, de vannak olyan beruházások, amik még szükségesek ahhoz, hogy még élhetőbb legyen a falu. Én azt gondolom, hogy azok a beruházások, amik eddig megvalósultak, folyamatosan felújításra is szorulnak, úgyhogy ezeket a munkálatokat folyamatosan fogjuk végezni. Minden olyan program vagy projekt, ami eddig elkészült, az mindenképpen arra vár majd ezek után is, az utók, vagy a következő 4 évben is, hogy ezeket a dolgokat karbantartsuk. Orosvári Nébocz Tünde szerint a falu lakossága elfogadta őt, hiszen az utcán is sokan leszólítják, tanácsot kérnek, segítséget várnak tőle, bíznak benne. Sajnos a pandémia miatt az éves programok elmaradtak, ezek szervezésében nem tudott kiteljesedni, de az elindított beruházások sikeresek. Én azt gondolom, hogy az elmúlt egy év az a programok tekintetében elég nehézkesen sikerült. A pályázatok, illetve a projektek, a hivatali munkán belül viszont azt gondolom, hogy sikereket is értünk el. Hiszen volt olyan pályázatunk, amit megnyertünk, a játszótér kialakítása a Magyar Falu programon belül ez az egyik, amire nagyon büszkék vagyunk, és nagyon örülünk neki, hogy ezt megnyertük. 5 millió forint értékben. Ennek a kivitelezése októberben valószínű el is fog kezdődni. Aztán település fásítási programban is indult a település. Itt is a maximális 30 fából 27-et megnyert a település. Ezek tavaszi ültetések lesznek, tehát valamikor a tavasz folyamán fogjuk ezeket elültetni. Illetve 2 beadott pályázatunk van még. A temetőfejlesztési pályázat, ez is egy magyar falu programos, ezen belül egy 26 férőhelyes urnafalat szeretnénk majd létesíteni, illetve a másik az pedig az önkormányzat épületének a felújítása, ez is magyar falus, itt 30 millió forintra pályáztunk, azt gondolom, hogy itt az hivatal épületére nagyon-nagyon ráfér, a tető az nagyon rossz állapotban van, és mindenképpen szerettünk volna egy sokkal korszerűbb és modernebb és energetikailag jobban megfelelő hivatalt kialakítani. Egy nagy, összefüggés, sok évet felülelő munkasorozat az önkormányzat szívügye, a játszótér megvalósítása, valamint annak későbbi kibővítése. Az elmúlt egy évben igazából a játszótér pályázat volt az, ami a szívünkhöz közel állt, hiszen Atala településen nincs másik fajta játszótér, és azt gondoltuk, hogy ennek mindenféleképpen egy fiatalság megtartó vagy idevonzó szerepe is lehetne. A focipálya területére terveztük, mindenképpen egy biztonságos helyet szerettünk volna a gyerekeknek kialakítani. Hát ezt találtuk olyan területnek, ahol igazából közúttól el van zárva, tehát biztonságban vannak a gyerkőcök. Úgyhogy erre nagyon-nagyon büszkék vagyunk. Ezt a területet aztán majd egy családi parkká szeretnénk kialakítani. Ez közel 1 hektáros terület, úgyhogy van rá kapacitás. Sok mindent szeretnénk még ott megvalósítani, kosárlabdapályát, petangpályát, röplabdapályát, természetesen a focipálya része az maradna,
illetve kicsiknek, nagyoknak egy-egy crosspályát biciklivel. Igazából azt gondolom, hogy a családi park az egy ilyen aktív pihenésnek a helye is lehetne, és azt gondolom, hogy minden korosztály meg tudja találni majd számára a megfelelő aktív kikapcsolódási lehetőséget. A szinte egész évet beárnyékoló járványhelyzetről nincsenek kellemes tapasztalatok Atalában, de az önkormányzat a programok elmaradásából megmaradt pénzösszeget igyekezett a lakosság támogatására fordítani. Én azt gondolom, hogy a március közepén bekövetkező járványhelyzetet nehezen kezelték. Próbáltunk mindenféle tájékoztatást megadni már az első pillanattól fogva. Azt gondolom, hogy nehezen vették magukra, hogy a bezártságot azt most nem olyan értelembe kell érteni, hogy most aztán teljesen elzárva a külvilágtól, de azt gondolom, hogy nehezen érték meg, hogy azért vannak korlátok, hiszen azért ezeket a korlátokat nem szoktuk meg, ezt be kell látni, sem a fiatalabb korosztály, sem pedig az idősebb korosztály. De ettől függetlenül én azt gondolom, hogy alkalmazkodtak, nagyon sok mindent megtettek azért, hogy ne fajuljon el a helyzet, ne legyen probléma és megbetegedés. Összeállítottak 8 főből álló koronavarrodát atalai hölgyek, és varták a maszkot, amiből 800 darabot gyártottak le gyakorlatilag a húsvéti időszakra, és ebből a település minden lakója kapott. Mindenki tehát megkapta a tájékoztatást írott formában is, tehát folyamatosan mentek ki ezek a tájékoztatások, és hát a Facebookon is lehetett bennünket követni, hogy folyamatosan tájékoztatjuk a lakosságot. A közfoglalkoztatás folyamatosan működik, jelen pillanatban 6 közfoglalkoztatottunk van. Igazából azt gondolom, hogy nagyon sok mindent megtesznek azért, hogy a település élhető és tiszta legyen. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek itt a közfoglalkoztatottaknál a falugondnokunknak, Orbán Imrének, aki itt visszatérve a pandémiás időszakra magára vállalta azt, hogy a gyógyszerbeszerzéseket elintézte, tehát ment a gyógyszerek után, hogyha valakinek az kellett a faluban, vagy pedig elintézte a bevásárlást is, és helybe elvitte azt a bevásárolt adagot, amit éppen szerettek volna, úgyhogy neki nagyon-nagyon nagy köszönet jár. Azt gondolom, ezt másképp nem tudtuk volna kivitelezni. A közfoglalkoztatottak pedig azt gondolom, hogy tényleg mindent megtettek azért, hiszen a buszmegállókat is folyamatosan fertőtlenítették. Ez is az ő feladatuk volt, nagyon sok minden dolgoznak. Atala kulturális életének feltesdítésére civil szervezet alakult, amelynek tagjai jelenleg épp kertészkednek, de profiljuk kiterjed a sportéletre, vagy az élet egyéb más területeire. Megalakult Atalában az Együtt Atala Jövőjéért Egyesület. 15 tagot számlál jelen pillanatban, Gáspár Szabó Dóra a vezetője. A tevékenységi köre pedig nagyon sok mindent átölel, a sporttevékenységen keresztül, a hagyományőrzésen át, a kultúrát belevettük, a sportot, igazából a hagyományos értékeknek, ételeknek a kultúráját. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó dolog. Az Egyesület az jelen pillanatban úgy működik, hogy olyan feladatokat lát el, hogy igazából kertészkedési dolgokat most ezeket végzik, ugye az őszi időszakban. Gyakorlatilag ezzel besegítenek a közfoglalkoztatottaknak is, hiszen akkor ők más munkába tudnak részt venni, és mégis épül-szépül Atala, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó döntés volt az Egyesület létrehozása. Szeptemberben kiadtuk az Atalai Hírek újság első számát. Itt gyakorlatilag összefoglaltuk az elmúlt egy évben történteket az atalai lakosok számára. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog arra, hogy áttekinthetőbb legyen egy kicsit az önkormányzat munkája, átláthatóbb legyen, illetve tudják azt, hogy milyen fajta dolgok vannak még a településen, mik lesznek, mik a várható programok, mik azok a pályázatok, amikre szeretnénk pályázni. Hát ebből mindent meg fognak tudni. Egyébként nagyon sok visszajelzés érkezett azzal kapcsolatban, hogy sikeres az újság, gratulálnak hozzá. Úgyhogy azt gondolom, hogy egy ilyen 2-3 havonta biztos, hogy ki fogunk adni egy ilyen kis összefoglaló újságot. A következő 4 év tervei továbbra is a faluszépítésre koncentrálódnak, hogy Atala továbbra is ékszerdoboz maradjon Tolna megye szélén.